No, no. Dam, 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 dee, dee, dap, dam. Roadster. Hát hello, 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 sziasztok fiúk, lányok! A kudarcos GTA videó után itt egy Crew 2 American The Way Summit. És akkor elhoztam nektek a következő summitos videót, fiúk, lányok. Megcsináljuk az American Way Summitot, S Platinán befejeztem a German Summitot, úgyhogy nem hogy csak azért, de várj, egy kis meglepetés, mert ugye két autó nekem nincsen meg a summithoz. Erre itt van a bundle, 943 ezer. És akkor kapunk három autót, mit szóltok hozzá? Ford GT és a Hellcat. Örültök neki? Én igen. Bundle purchased. Maradt 461 ezerem. És akkor az American Way számított hivatalosan el lehet kezdeni, mert megvannak hozzá az autók. Megad a mailbox. Várj, ez Hypercar. Hypercar, Street Race. Street Race, Hypercar... de még van egy kis dolgom. Mert van a ládámban ugye ez a tegnapi Live Battle-ből még megvan a talkat részek, csak ugye betelt a raktár. Sajnos. Betelt a figyfuszi raktáram, így ki kell dobnom egy-két cuccot. Idéző jelbe. Szóval ugye volt Street Race, Hypercar. Hoppá, na. De jó van. Dunkel. Street Race Hypercar. Meg volt valami kék. De igen. Nem mondott, hogy a Ferrari első rangsorba berakta. Ó, de jó nekem. Fékből van. Igen, a sebváltó betelt. Fú, bezeg. Azért annyit nem dobó. Nem dobálok ki annyit. Végszűrőben még egy hely van, kipufogó telt be. A rugó is betelt. A kerékből még van egy hely. Hát az miért lett lakatos? Ne, nincsen meg a Season Pass-em! What? Az összes autót tudom használni. Most fiúk, lányok, kajakra elveszett, azt újra kell vennem majd a Season Pass-t, vagy mi? Hát nekem az megvan. Ne bolondozom már a játék velem.
Miért nincsen? Ja, gondolom a szerver. Kettő 33 a kamaró. Eljöttük? Aztán most úgyis kiürítettem a katrész raktáramat. Bakker, a street race-t felejtettem kiüríteni a picsába. Ez maradhat itt. Ó, zsibbad az ujjam megint. Telik a sebben esett. Menj már át oda. Na, készen vannak a járművek. A harcra. És vele a kudarcra. Amerikán számít. 651. helyen befejeztem, S platinán befejeztem, és enyém a Porsche. Jó, lányom. 322-es ikora földobott. Yes, yes, itt a Porsche! Itt a Porsche, 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 já. RB14 Alfa Grand Prix. Az mi a faszom? RB14. De egy autó hiányzik. Polarra számít. Slalom airbrake lörék. Oh. Shit. Na, hova kaptam a legendária alkatrészeket? Nem tudom. Ah. Jó. Rossz gomb. Na nézzük meg azt a Porsche Cayenne Wraps Edition-t, fiúk, lányok. Ez az Alfa Grand Prix autóba kaptam a legendári lootot, lol. Ez így, ezt így adom. A 340-es az a három legendári loot, ami benne van. Még három alkatrész, négy alkatrészből kéne maxosat, és akkor az autó meg maxon van, és 405-tel fog hasítani. Hasítok, szállok, ilyen lappal fikifok. Hol a Porsche ajlám? Itt van-e? Wraps Edition Cayenne GT4. Hát ezt adom.
Én vagyok a Fraps. Gumiból már nem volt lila. Várj, akkor mi az, ami betelt? Álljon már meg a menet. Felszeretik a Porsche-ját is a harcra. Miért a hajót rakja vissza, még nem is tudom. Tessék, mind a kettő Cayenne megvan, a Season Pass-es is, meg a Vlaps Edition is, de az égvilágon semmi, hogy mondjam, közük egymáshoz. Hova rakta a Dodge-ot? Ja, itt van-e. Na jó. Jó, kezdjük el. 12 percig szutyogtam a kocsik felkészítésére. 13. Kezdjük el a számbitot. Fiúk, lányok. És ez a számbit 6 napos megint. Júli 3-tól 10-ig, tehát jövő hétig tart, ha minden igaz. Ugye ez is legendári lootot ad. Hát utcu neki, vágjunk neki. Switch Race, szalalom. Valahogy éreztem, hogy a Street Layout offroad helyett street autót rak be nekem a játék. Nem mindig ilyen. Jaj. Na, mindenki neki át szamitozni. Ó, bazd meg, elegem van a játékból már. Ez az 768 PTS pont. És max megvan! 104.000 PTS pont, fiúk, lányok. Összehoztam. 104.955 PTS pont, az első slalom. Egyedül a izé baj nekem.
Washington. Maga a Holdcraft-tal versenyezni. Ez a 808. Hogy az ördögbe, hogy nem lett meg? Ilyen gyorsan kéne csinálni. Nyolcezer-ötszázharminchét. Na, rekordot döntöttem. Majdnem megvan a 100 000 pont, fiúk, lányok. Csak ugye ott rontom el, hogy nem a teljes kör közepén megyek át. Nem a teljes körben megyek bele. Például így, hogy bónuszpontot kapjak. Például itt se kaptam. Miért megy mellé? Nem ilyen... Nem. Épp észre nem tudom felfogni, fiúk, lányok. Ha valamit csinálok, én küzdök, küzdök, végsőkig küzdök. És nem. A drága látos játék, én nem tudom mi a célja neki. Fogalmam sincs. Nyolcezer-kettő-kilenc, de hogy a francba? Most bónuszpontot is szedtem. Hát nagyon érdekes amúgy. Lehet, hogy itt tényleg a verseny, tehát maga a sebesség is számít. Vagy időre. Ilyen speedrunosan. De ez egy kicsit veszélyes.
Nem lett meg. Vagy ez sem. Hú, de halszagot érzek. Ez még mindig nem a igazi. Még mindig nem az igazi. 1383-as ikonú az emberkénk. Én azt nevezem. Még mindig nem jó. Ezzel nagyon sokat fogok szívni, de meg szeretném még egy kicsit bónuszosabbra csinálni, hogy biztosítsam az előnyömet mindenkivel szemben. A bónusz? Meg sose. Igen. Ez nem volt jó, már megint túl gyors. De ha felgyorsul a gép, az a baj, ha nem gyorsul föl, az a baj. Nagyon nehéz korrigálni az irányítást, mert főleg az a két. Ezzel, amit most csinálok, hogy belehúzom. Téma. Hát ez se adott ki bónuszt, majd azon a rohadt körön kell átmenni. Körülbelül így. De, nézzek, nem tudom elhúzni oda a rohadt gépet, a faszom! Na, a gyerek is itt van még. Tehát nem. Akár hiszitek, akár nem, fiúk, nem. Tehát, bazeg, gyorsan, a gyorsan csinálod, oda kell figyelned a fékek, meg mindenre. Így például. Mert nincs esélyed. Például itt is, hogyha így most... Nézzek. Nem! Nem akarja bemenni! Nem akarja! Nem! Utálom, bazd meg a repülőt! Egy szar! A legszarabb maga a játékban a repülő és az a... Hogy mondjam? A légpárnás, ha így jobban megfelel nektek. Maga a légpárnás egy baromi szar ötlet volt a játék. Összejött. Most a föld fele viszem. Egy kicsit oda. Ezek. Nem tudtam kiegyenesíteni ezerre. Tököm eldurom az a játékkal. Ennyi. De jó, leszarom, nem lesz 100 000 pont, nem lesz 100 000 pont, nem érdekel, majdnem meglett amúgy. Leszarom. Nem izgat. Így is 88 000-et kiszedtem belőle, igaz, majdnem 100 000. Majdnem 100 000, de ez így már rohadt nehéz, mert ugye az a lényeg, akkor kapsz bónuszpontot, hogy mész át a kör közepén, hogy azt a 200-as bónuszt kiszeded. Így nagyobb az esély arra, hogy úgymond pontot kapsz, bónusz pontot kapsz. Ez meg mi is ez? Ja, na igen. Ez.
Csak ezt nem úgy kéne, ezt síkfelületen kéne csinálni. Nem a Grand Canyon fölött. Igen, ez a baj, bazzeg, ez szar! Gyorsan vissza, lefele, lefele! Ez egy olyan szar helyen van ez, bazd meg, hogy az hihetetlen! Elnézést tényleg, hogy kiabálok, de... Szar! Szar, bazd ki, tényleg! Ilyet a világ nem, bazd! A repülő bazd meg úgy, ahogy van. Nem lehet bazd meg irányítani, nem tudjátok. Aki tudja, bravo, egérrel, hagyja. Ennyi. Bazd meg, kontrollere, szar. És akárhogy irányítod, vagy állítod, irányítod, hülyeséget mondtam. A kibaszott kurva fa! De ne, de miért? Ne, húzom föl, húzom föl, húzom! De fiúk, lány, nem, akármennyire hiszitek, szép a játék, minden, de... Ilyen hülyeségekkel kell elbaszni. Repülőirányítás, légpárnairányítás, hajóirányítás. Borzasztó szar az egész. Nem is illik az összképbe bele. Nagyon labilis és szar. Egyszerűen én ezt tudom mondani nektek róla. Sehogy nem illik egy autós játékba a repülőzés meg a hajózás. Hajózni akarok, akkor fogom a warshipet, aztán kész. És nézzétek, el akarok kerülni és belehúzza! Tizenegyezer-kétszázhetvennégy. Megdöntöttem a rekordot nagy nehezen. Jézusom, ez ennyire nehéz! Azt mondja, ezt én mérlegelem szerintem, fiúk, lányok. Nem baj, nem érdekel, megcsináltam. Örülök neki, megcsináltam. Kész, vége. Nem, nem. Egyszerűen nem akarok szenvedni a repülős trükkökkel. Mert a freestyle, hát mondjuk a powerbottal is szenvedhetek, mert az se az igazi. Harley Davidson. Ezt tudom mi. Street autóval menjek motorok ellen. Ügyes kis trükk. Adom. Nagyon is adom. Ügyes kis trükk ez. Tehát motorok. Egy szem autó ellen. Ez így egy olyan fasza megoldásnak tűnik. Körülbelül.
Hát fiúk, lányok, az történt, hogy a játék megint csinálja a szokásos hülyeségét, és lefagyott. Úgyhogy ez elnézéseteket kérem, ez crew betegség, erre jobb szót nem tudok mondani, ez egy crew betegség. Dönt egyet a játék, kikressen, lefagy, újraindítom, minden más megy, az a pálya meg. Valahogy egy hétig amiatt fagy ki a játék, valahogy 2-3 nap után meg tudom csinálni, mert tökéletesen működik. Nem is tényleg, hogy ez onnan ered ez a hülyeség a játéknak. Ez valamilyen, mondjuk ilyen fúzás betegségek a játék gyengéje. Nem tudom amúgy honnan ered, fogalmam sincs. Baromira nem tudom egyszerűen honnan ered ez az egész hülyesége a játéknak. Nem is akarom megtudni amúgy, miért csinálja ezt. Mert én most ezt újra nekiállok megcsinálni, és ha most megint lefagy, akkor azt az eventet kihagyom. A második próba után majd, ha megint lefagy, és akkor azt hagyom. Arra nem tudok egyszerűen jó szót mondani, hogy miért csinálja ezt a játék. Ugyanezt csináltam már a Suzuki Sevennél, amikor a motorra kellett menni, nem tudom ott is mi volt a baj. Vártam vele 3 napot, 2-t, azt meg tudtam csinálni a pályát lefagyás nélkül, mármint úgy, hogy kikresseljen a játék. Nem tudom miért csinálja ezt, fogalmam sincs. Tényleg. Ez nem az én hibám. De örülnék amúgy, hogy tudnám is, hogy miért csinálja. Hát fogalmam nincs. Minden esetre anyagoljuk a témát. Most újra megpróbáljuk, adja a lényeg. Elnézést kérdezem, ma fáradt vagyok. Játszottam már ma eleget. Videóztam eleget már ma. Meg meleg is van. Gatyarohasztó meleg, teszem azt hozzá. Ja. Nézzük, hogy lefagy-e megint. Nem! Tessék! Újraindítom és nem fagyott le. Csoda mi? Behaltok rajta. Bírom a játékot. Go faster. Jó kis... Fúj, de jó néz ki belülről a helyket. Fiúk, lányok, imádom. Csak ez az amerikán számít, az jó hosszú. Már most ez a pálya, ez egy baromi hosszú pálya. Mert én ezt megcsináltam motorral, és tudom, mit beszélek. De rángat. Nagyon rángat. Ez a rángatás a Crew 1-ben is benn volt. De jó hangja van. Igazi Hellcat hangja van a Supercharge-tól.
Az a jó, nincsen NPC. Igen. Igen! A kurva anyádat állj fejre, bazd meg! Jó, aztán örökezzük, fiúk, lányok, mert ez is szar. Bukó az egész. Bukó. Bazd meg. Rohadjon meg az kibaszott textúra, hogy akkor spawnolja oda, vagy kerül elő a textúrából a szikla, amikor nem látja az ember, mert ilyen a játék. Nagy sebességgel meg se jelenik. Hogy lelassulsz, előkerül a szikla, előkerül minden. Tehát lényegében minden. Nagy sebességnél elmosó... Nem is az elmosódás, mondjuk így finoman, mert nem... Hogy mondjam, nem kerülöm az, hogy elismerem, hogyha hibázok. Igen, elismerem. De ez olyan hiba a játékban, komolyan mondom. Tehát nagy sebességen nem látsz kutyafaszát se, de lelassítasz. És akkor pikpak, előbukkan a semmiből. A semmiből, a föld alól előbukkan a szikla, basszus. Nagy sebességnél meg... Ja, azt látod, nincs ott semmi, nyugodtan mehetek, téma van. De nem ez a helyzet. Rohadtul nem. Én szerettem a játékot, meg minden, de... Olyan apróságokon... vannak benne, ami felhúzza az ember. Vagy csak az enyémét, nem tudom, hogy az csoda. De egy idő után tényleg idegesítő. Így az egészet, ha azt vesszük. Nem, most a két szám, tehát ez meg a következő, ami jön. Ugye abban nincsen komolyan nyeremény, nincs autó. De... Aki olyan vérszemes, hogy még a kicsit is hajlamos versenybe szállni, hát azokból sok van. Mert az a Ferrari, ami a harmadik számmitten jön, az benn van a játékban, meg lehet venni. De aki nem vette meg, hülye lenne kihagyni, hogy ingyen ne szerezze meg a számmittel. Téma. Meg aztán még ki tudja, milyen exkluzív autók lesznek, mert szerintem még visszakerül majd az Evo 10-es is. Amit én kihagytam. Mármint úgy hagytam ki, hogy nem volt már időm megcsinálni rendesen. Amikor megvettem a hiányzó autókat a számmithez. Látjátok, semmiből előbukkannak olyan dolgok a textúrába, mint ez! Ez nem látszódott előtte, mikor ideértem, berakta a játék. Hát nagyon trükkös, csaló, szar. Ennyire azért nem kéne lassulni. Az idő veszteséggel jár. Nem megy a homokon az autó. B
beszarok neki. Amúgy így egész könnyű az event, mert ugye a motor meg az autó ugyanaz a kategória, hogy ugyanúgy 280 a vége a motornak, a streetesnek. Mármint ezekhez, amik ellen megyek. De ez a pálya, ez a hátsó szakaszrész, az motorokra van kitalálva. Itt nem ismerek hajtani se. Mert még ilyenkor a zöld felület alatt is kül lehet. Hát direkt nem fordul az autó. Oké, megjött a köd. Ez a pálya, ez baromi nagy amúgy. Olyan szép ez a táj.
És nem lett meg a 100.000 pont. Ezt nem hiszem el. 87.000. Nem fogom újra megcsinálni, fiúk, lányok, mert ez így eléggé necces. Ez eléggé nehéz. Így, ha azt vesszük, hogy ez így eléggé nehéz. Nagyon. Csak legyen, maradjak S platina ebbe is. Ha összejön. Ha összejön. És akkor a legendári rút, ami a... most nyilván valószínűséggel most megint az Alpha Grand Prix-be megy. Az kell vele. Lehet a BMW-re nem jutom. Oh, időre menni is. Jó van. Időre megy. Hoppá, elnézést, sorry. Ez a pálya, ez egy igazi trükk pálya, megint. Igen, ezért. Ezért. Semmi másért. American Way Life Summit. Amúgy meg motorral ilyen helyeken még menni. Mint az autóval. Egyéb fomorzsa. Ez is. Csak itt a sziklákra kell figyelni. Nagyon. Mert eléggé nagy saskabukka lesz. Ha nem figyelsz. Most a szarul... Teljesen eltévedek, baszak, egy alapvető pályán. Komolyan mondom, elegem van ebből a játékból már. Meg olyan szarul van megcsinálva minden, néha, hogy eltéved az ember. Mondok egy példát. A... hogy mondjam, a Hypercar verseny az az egy órás. Hát egy órának fele meg a 30, játékbeli 30, mit tudom én mennyi percével. Abban van egy akkora oltári hiba, hogy aki először csinálja, az úgy elrontja, mint annak a rendje, mert hibás a pálya. Mármint nem a korlát, a navigáció végett. Hibás az a pálya. Annyira hibás, hogy ottan az elsők, a kezdők, mindenki el fogja rontani azt a pályát, mert annyira hibás. Mert nincsen megcsinálva rendesen a navigáció. A pályafelépítések néha kacifántosak. Szeretjük az ilyet, persze, van esély, aki nagyon hú, imádja. Csak egy idő után irritáló. Jó fele megyek én? Nem, itt a tablets. Itt a tablets, pablets. Pablets. Erre kell jó. Ne csinálják baromságot. Amik ezekkel a kerülőkkel lép, hogy azt csinálom. Baromságot. Sajnos. De ezt a pályát én ismerem. Ó, ezt a pályát én nagyon ismerem. Fú, oké, ez. Egyszerűen hadd, de nem az. Na most már a fináléja van. Na nézzük, hogy összejött. 2.27. 3.33 alatt kell teljesíteni.
Köszönjük a 113 ezer PTS pont. Na, ez elsőre egész jó volt. Azt kell, hogy mondjam. Elsőre egy egész frankó. Hát a Powerbolt verseny az... Megint egy intim torna illegál. Még olyan jó, hogy választhatok hajót. Na hajrá! Kezd legyen a móka, Miki. Rockstar! Ez az alap kezdőpálya. Kacsázok én, ha kell, ha nem. Két perc kettő. Laxis. És nincsen meg a 100 000 pont, pedig nem is hibáztam. Nem hibáztam, és nincs meg a 100 000. Itt az volt, itt a kulcs szerep az, hogy gyönge még mindig a hajóm. Nem is kicsit. Na mindegy. Letajom. USA Drift. A legjobb. Red Bull Drift Challenge North. Ez szerintem a New Yorki lesz. Nem mi a legszarabb. Na. Na igen, vagy a Corvette, vagy a Camaro, vagy a Mustang. Hát a Corvette, mert volna a legendári lútom. Akármennyire nehéz is ezzel driftelni. Oh, igen, a havaspálya. Igen, a Central Park. A legszarabb driftpálya a világon. Ezért. Szar az egész, bazd meg! Jobb szó nincsen, fiúk, lányok. Ez a pálya a legszarabb a világon. Mert a driftelés nem az okoz nehézséget, hanem hogyha nekimész valaminek, mint például az oszlop, akkor baszhatod, mert pont elvonással jár. Sajnos. És ilyen helyen driftelni kihívásnak számít. Szeretik az emberek a kihívást, de én nem. A minimálisat én is szeretem, ne értsétek félre, de
ilyen pályán úgy kell koncentrálni egy szűkös drift pályán, mint annak a cudarendje. És a kézifék meg a sima fék nem mindig elég. Látjátok, nem tudom megállítani kézifékkel se az autót. Hát, olyan is... Tessék, neki csúszik. Annyira szor az pálya. Nagyon. Én nem tudom megfogni a kurva autót. Ez. A világ nem... Már néha azt mondom inni, hogy az emberek azt fogják élvezni, vagy nézni, hogy én szenvedek ilyen hülyeségekkel. Mert megcsinálom, törik bele, szakad a picska, nem érdekel. De hülyeség, ilyen pályán driftelni, pláne hóba. Jó, megállítottam a kocsit. Állj már egyenesbe! Hát nem hiszem el. Tessék, ennyi. Ennyi már, oda visz! Álljál már meg! Nem hiszem el. Tessék, valaki 767 ezeret drift, az vesztő. Nem tudom megállítani az autót, bazd meg! Semmivel nem tudom megállítani, semmivel! ezer pont, fiúk, lányok, hiszitek most semmi, ezzel elégedett vagyok, mert megvan a céleredmény is, meg minden. De látjátok, 29.000 PTS pont, bazd meg, hát közelben nem jártam a 100.000-nek, leszarom, nem érdekel, nem ér meg nekem ennyit, hogy szenvedjek. Annyi, hogy megcsinálom nektek, aki akarja, megcsinálja 100%-ra, nem érdekel. Én nem fogok ezzel szarakodni, mert megmondtam, ilyen szar driftelni egy autóval, kézifékkel, simafékkel, édes mindegy, mivel aki kormányát tolja, ad meg úgyis szerintem perfektű megcsinálja. Dallas Hypercar GT event, tehát ugye megvettem a 4GT-t, csak azzal mehetünk. Hát akkor hajrá. Mert ez még habbá, ez még könnyű event ez. Az utolsó event, ami jön, hát azt hagyjuk. A maga a légpárnás verseny egyszer katasztrofális ad. Szar. Maradjunk annyiban. Neki van dolgozva a kocsi belseje. Ennek a forgéternek egy kicsit abban oda kell figyelni az irányítására. Kicsit. Nem is tudom milyen. Nehezebb.
De egész jól lehet hallani a turbót, hogy elveszem a gázod az ujjam. Nézzek, enj már el a faltól, kurva játék! Nem hiszem el. Ezt javítsák ki a tartalmi frissítések mellett, ezt! Hogy nem! Bazzeg! Ne tapadjon az autó a kibaszott falnak, mert szar! Meg a rángatás! Mert érzem, hogy rángat, mikor nitrózom. Úgy ment a crew egy belső nézetbe, hogy... Nem mozog a kép lazán. Ráadásul ez a Hypercar event is 8%-nál járt lesz. Szerintem ez az új event, ami bejött a számmittal. De az összes többit ismerem. Ennyi. Nem hiszem el ezt a kurva szart, már elég jót ebből. Ez új pálya, mert ezzel nem voltam életemben, tehát meg viccel, mint annak a rendje. Biztos is, hogy ez új. Az közel volt. Nagyon közel volt a korlát. Nem mentem neki. Legalább jól szórakoztak a videóval. Maximum, én meg szenvedek vele. Csak ezzel azt bizonyítom, akármennyire is... Szar hallgatni, hogy ideges vagyok. Még egy hülye is megcsinálja idegesség mellett, becsületesen. Tehát ezzel is felnyitom azoknak szemét, akiknél jó kurvára, jó nem csúnyán, akkor mondom finomabban, finoman kifejezve nagyon béna vagyok, de megcsinálom becsületesen, mert rengeteg embertől hallom, hogy a mi világig a csalás a legegyszerűbb dolog. Hát nem egyszerű az. Semmi munka nincs abba. Élvezet. Ez élvezet. Annak ellenére, hogy szenvedek, én élvezem. Hostile planes. Igen, ez nem tudálom, bazzak, de nem lehet látni egyszerűen, mi a faszom jön, geci, mert semmit nem láttam kajakra. Semmit, tehát... Abszolút nem láttam, hogy ottan... Tégla lesz, vagy jó, tégla? Betonfal, mondjuk így betonfal. Abszolút nem láttam, hogy ott mi a tökön van. Mert 400-as tempóval... Addig látom, basszus, magát a textúrát, ez... És a látásom meg tökéletes. Leszem azt hozzá. De nem, ezek nem lehet látni egyszerűen azt a beton tömböt, aminek én neki mentem. Üsekölje, megcsinálom anélkül és a hibáim ellenére is leszarom. 440... Igen, nem fékeztem. Ne! Faszom, bazd, meg elegem van ebből. 440-ig megy a Ford GT. Annattal meg már elég nehezen állt meg, mert utána lapostom a féket és semmi. Ez az irányítás is, ez nulla. Arcade irányítás is egy nulla. Néha úgy kell cibálnom a gombát, mármint a kontrollernek a gombáját, hogy forduljon az a rohadt jármű. És tök mindegy ki jön a sensitivity állítása meg ezekkel. USA az igazi. Forzánál is próbáltam, nem az igazi. Nem. Kormány venni meg, hát drága mulatság hozzá üléssel.
És ha már ott tartok basszus, hogy félig a utat figyelem, félig a minimapot, hogy mi a franckó fékezzek. Szóval ez az, ja, ez az Everglades mocsár. Ja. Akkor Dallasból átjöttünk Miamiba. Oké. Okay. Áó. Ezt levittem a vízbe. Elvittem a bóját, vagy mi a francot, azt fürödne, checkpointot. Hogy hűljön le. Azaz, bum. Várj, ez New Orleans már? Aha. New Orleansban vagyok. Akárhogy taposom azt a Rierongya féket, nem. Nem fog semmit. Rohadtul semmit nem fog. Ötven 2%-ban van meg a pálya. Nem rossz. Nem látom, bazd meg! Nem, ekkora sebesség, de nem látom, mikor jön, bazd meg, az a rohadt kanyar. Mert hol hajtsál, hol ne hajts. Gulf of Mexico. Akkor úgy Mexikó fele megyünk ezek szerint. Hosszú egyenes pálya, megint nyomod neki, mint az ökör. Hirtelen meg kell állnod. Mindjárt az lesz. Vagy valami egyszerűen csak megáll itt. Például így, hogy élesen jobbra. Ma Miami. Van. De. Nem, Tampa. Kár, nem tudom megnézni a térképet. De Florida, Miami-ban vagyunk. De Dallas, Texas-tól eljöttünk Miami-ig. Át New Orleans-on. Fasza. Vagy nem megyünk be Miami-ig, hanem csak átmegyünk Floridán. Ja. Oregon. Olvastam le, de lát, hogy félreolvastam a térképen a jelzés, hogy hol a rákban vagyunk. Látjátok? Megint kihagy a GPS. Nem jelzett időben. Ezt megint szarul csinálták meg a fejlesztők, mert félig eltűnik a navigáció ott, ami mutatja, hogy merre menjünk. Látjátok, nincsen jelzés, csak a checkpoint. Most jön vissza, és megint kihagyja.
Na, az van Miami. Ennyire szar az egész játék, komolyan mondom, ez megdob engem és kipördít. Ennyire szar az egész játék, ennyire árkádos fos. Katasztrófa a köbön. Jó játékot elbaszni a szar árkád irányítással. A szimulátor irányítása lenne, nem tudom mennyi lenne jó. De lehet, hogy jó lenne. Adja itt a vége, de nem is várom, hogy 100 000 PTS pont meg lesz. Amennyit hibáztam direkt azért, hol az irányítás, hol az, hogy bazeg egyszerűen nem lehet látni a nagy sebességtől jól a textúrát. Meg ezek fékezek egyszerűen, és nem fordul az autó se, nem lassít az autó se a fékezek. A kézifékkel meg egyenesen szar 180-nal behúzni. De próbáltam. Akkor visszaengedem a gázt. Azt se old meg minden, tessék. Most is oda felhúzza. Oda felhúzza, kipördülsz, kipördülsz. Szar rá a játék, hogy elbasztod, csak menj tovább. Ott a finish. Ja, azért mondom, ez új pálya volt, mert ezen életemben nem jártam. Ezért akkor a számítel, ez az új pálya. Hát ez bravóra sikeredett, mondhatom, borzasztóan fos. Majdnem meg lett a 100 000 pont, de leszarom, nem állok neki még egyszer megcsinálni kézénbe. Nem ér az nekem annyit, hogy 100 000 ezt a fos pályát megcsináljam. Megint. Mi is járt tényleg a S-Platinába, ha megmaradok? Hoppá. Ja igen, az S-Platinánál legendári loot jár. Ahogy ennél is, ez mi az jár, ez az a A. De ez megint autófék. Csak egyszer legendári loot. Most jön a kedvenc szarpályám, a Holocraft. Mert ennél szarabb nincs a világon. Ennél a vacaknál. Mert ez egy olyan fos ez a pálya, hogy az balva. Említése sem méltó. Te va... Nem. Akármelyiket választom. Nem. Tehát... Ne. Ne firtassuk ezt. Vagy kormányjal, vagy nem tudom. Szerintem fa a légpárnás cucc. Ó, oh, de nem belső, hanem időre menős. Annyi előnye, hogy a légpárna jól megy. Ez. Ez bazd meg, ennek az irányítás egy kalapszar, tényleg. Emeldem a kezem, láttam a videóban, hogy, na ugye, ezt az anniversary-t néz. Nézzél, hát hova a tökönbe megy? Nem tudom megtartani, fiúk, lányok. Nem tudom. És mondhatjátok azt, hogy benne vagyok, de nem. Nem tudom megtartani. Sem lelassítani le tudom. De megtartani, nem tudom. Mert annyira fos. Nem is gondoltam, hogyan akarták ezt. A fejükbe hogy formálódott meg ez az ötlet, hogy légpárna? Ez egyszerűen, sehogy nem értem. Ez egy hulladék. Ez katasztrófa. Hát nem tudom bazd meg irányítani.
Igen, még a hajóval az NPC simán lenyom. Ez borzalmas katasztrófa az egész szar. De megcsinálom, törjük a bicska, leszarom. Vesztek, leszarom. De akkor is egy balzal, ekkora fas, nem csinálom meg, elég volt. Befejeztem. Ez egy szar, hulladék, geci játék. Ennyi. Jók lányok, soha a bűnös életben ne csináljátok a holocraftot, bazeg, aki nem bír vele, mert lehetetlen megcsinálni. Kész, ennyi. Nem is izgat engem, leszarom. Nem érdekel. Befejeztem. Kész, ennyi. Ha megmarad, ha lemegyek az S platinából, lecsúszom, leszarom. Nem érdekel. Nem ér nekem annyit a fáradozás azért, hogy ezzel a szarral szenvedjek. Tudod, nem is megyek vele többet, elég volt. Nem, faszom. Bemegyek az HQ-ba. És ennyi. Vagy nem is, inkább a safe house-omba. Aztán akkor egy kicsit átrendezzük a kocsiaimat. Na várjál, hol van a házam? Ja, itt te. Nekem nem ér ennyit ez a szar event. Nem is a számítel van a bajom, hanem ezzel a szar légpárnás gecivel. Ez hulladék. Ezt állítom, aki kormányal akarja kipróbálni, az is szenvedni fog vele. Egyszerűen nem. Elengedhetem a gázt, kanyarból nyomhatom a gázt nitróval, hogy kiegyenesedjen, ne csúszson, de nem lehet. Nem megy, és nem is tudom. Akármennyire is szenvedek, próbálkozom vele, nem tudom megcsinálni. Lehetetlen. Annyira idegesítő valaki az egésznek az irányítása, hogy az egyszerűen... Jobb szó nincsen rá, hagyom a francba téma, mert nem jó. Szar az egész. Inkább autó, rally, ami jó, azt szeretem csinálni. Már kezdtem kifulladni ebből a holocraftosból. Most itt egy jó kis Charger Hellcat, ezt egy kicsit customizálom. Legyen jobb a kedvem tőle. Ott is van vizuál, ja nem ezt. És kaptam, mit kaptam? Ezt kaptam? Szerintem ez az. Ezt kaptam. De lényegében ennyi az egész. Nem izgat engem ez a rohadt vacak. Az, hogy én nem. Nem akarok egyszerűen időt szánni erre az egészre. Nem. Egyszerűen borzalmas. Jó, hogy az ott karbonban teszi. Na, legyen ez. Fíha! Az a bádik itt az odavág. Na, ma legyen az eredeti kerekem, mert az sokkal jobban tetszik nekem. Ez így egész jó lett, nem? Vélemény? Szerintem egész jó. Így. Top 100. Várja. Létesz? Azt csináltak rá jó mintát. Kasztról. Ki kasztrálja meg. Wow. Mi ez az? Mi ez a minta? Passz. Szürke, piros. Hát... sima sárga. Nem is tudom. Ezek az, amiket mások csináltak, de hát ez nem valami nagy cucc. Nem valami nagy cucc. Ez az egész vacak. Hát itt a matricásban se jó. Fingomingo, párnalingó. Ez a library, ez nem rossz, így. Szerintem.
Hoppá. Van vajon? Sony minta? Ez gomba! Jó. Jézusom, ilyen minták fordultak meg az emberek fejébe. Oké. Okay. Hát az nem tudom. Vörös monster karom. Az, hogy nem néz ki rosszul. Nem rossz. Hát ez a kimatricázás. Rózsaszín. Oh yeah, yeah. Na ez jó néz ki. GTI. Még az ablakfestést ezt nem értem. Na, legyen ez. Így. Nekem így pont tetszik. Ezek a lökösök. Ja, van rajta morcítás. Jaj, fekete. Nem is néz ki rosszul, mit akarok én. Mert ezzel... A GTA-re is, hogy... Vajon a drift autóra is lehet tenni ilyen kihömlő vackot? Ezt nem is néztem még meg. Lehet ám, miért ne lehetne? Csalódtam volna, ha nem lehet. Hát fiúk, lányok, itt vagyok ismét. Ugye nem fel, a videó végét azt szeretném megmondani nektek, hogy egy kicsit customizálom az autóimat. Csak megint lefagyott a játék. Most nem verseny közben, hanem customization közben crashelt ki a játék. Nem tudom miért csinálni ezt, mondom, ez crew betegség, bakke. Hát nem elég, hogy van hibája a játék irányításának, mármint a fura irányításának az arkádon kívül, mert valójában játszottam arkád játékkal, de az, hogy a légpárnásnak nem ilyen irányítást kell tudni, mert én láttam légpárnás versenyt, és baszki, semmi köze az árkád irányításának ahhoz. Jó, mindegy, ezt nem fíthatom tovább. Mindegy, ez a kikresselést elkezdve minden arra vezet vissza, a sok busztusság ellenére, amit én is szenvedek, finoman fogalmazok, a játék nem tökéletességét fejezi ki. Régen egy játék megjelent, nem volt neki hibája. Most már egyre kevesebb idő van egy tökéletes játék fejlesztésére. Akkor vegyél már hozzá a Season Pass-t, most ez legyen példa, 3 évig ingyen kapsz mindent. Mert patchelik a játékot, stb. Blablabla.
Igen. De egyszer leadnám az életbe azt, hogy egy játék, vagy egy remake úgy lesz tökéletes, ahogy. Ahogy annó. Elég a világon, arra nincs köze semmihez. Az, hogy hibás a játék, nem tökéletes, meg a tudjam én is micsoda. Sajna. Ja. Akármennyire is tudok haragudni ezekért a játéknak a dolgaiért, hibáiért nem teszem. Akkor folytassuk a customizációt. Remélhetőleg nem fog kifajni megint egy darabig, amíg végzek. Ajánlom a játéknak a részéről. Ugye itt hagytuk abba, itt a golfunk. Switch course. Ugye én azért kezdtem el customizálni a Camaro, de aztán... Aha, kész is van, jó elmentette. Nézzük a Fastback Mustang-et. Rossz gomb. Rossz gomb, rossz gomb. Itt is van. Jó, tegyünk rá valami library-t, kész. Találhatom. Police? Oké. Okay. Anzwei, Polizei, Dreifier, Ennyi. Lovin. Arra számítottam, hogy valaki csinál razor-ös mintát a Most Wanted eset, de hát csalódnom kell, mert nincs. Így, ez így tökéletes. Szerintem a szürke, az így tökéletes. Hát ez a minta, nem tudom honnan született. Ez se jó. Mi ez? Fasperation? Legyen ez. És 2000 nem nagy összeg érte. Ja, értem csak ez a motorházban. Illetve a... A karbonos. De ekkora body kitet minek tegyek a kocsira? Nem is értem. Sose. A beltere maradhat, én ezt nem bántom. Kész kicsit megcustomizáltuk, a regautókhoz nagyon nem akarok én nyúlka piszkálni. Még amit lehet customizálni, azok a hiperautók. Sajnos. Mert semmi más nem lehet. Ezután. Nézzük, vizuál. Ja, hogy ez ilyen drága? Fuck! Nem mondott 20 000, bazd meg, csak egy kerék rá. Mi? Várj, állj! Ja... Karbonszál. Azt az elég drága! Kéne hagyni, hogy az elég drága. Tehát a Hyperautónak a customizálása ilyen drága. Akkor bele se fogom, baszki. Kicsit... Tehát 14 000, baszki. Nem nyúlok a Hyperautókhoz, mert elfogy az összes pénzem, fiúk lányok. Tehát szerintem a videónak lezárásaképp ennyi elég.
Bár most 485 ezeren van, de hát ezeket customizálni. Jesszus úristen. Ez egy kicsit beteg. Nagyon fiúk lányok, hát én köszönöm szépen, hogy ezt a szenvedős videót megnéztétek nekem, vagy megnézitek. Jobb szó erre már nincsen. Úgyhogy legyetek jók, valamivel legközelebb visszatérek, valamivel nem tudom mivel. Úgyhogy további szép estét, sziasztok!